Üdvözlöm nézőinket, ez már az aktuális. A Széchenyi István két tanítási nyelvű szakközépiskola, szakgimnázium, a közgé jobban mondva, idén számos elismerést tudhat magáénak. Ezek között talán a legnívósabb elismerés az az, hogy az iskolák, a szakközépiskolák, azaz jobban mondva szakgimnáziumok között ismét három szintet lépett előre, és így a dobogós helyre került. Ez egy országos felmérés alapján alakult így. A stúdiónkban meghívott vendégünk Palánc György igazgató, üdvözlöm. Jó estét kívánok! Hogyan sikerül ezeket a kiemelkedő eredményeket elérni, mi kell ehhez? Azért hát ténylegesen nívós ez az országos döntőben mondjuk ugye a harmadik helyre kerülni. Így van, tehát minimum, ami nagyon fontos, az a kiváló tantestület, illetve a motivált tanulók, akik iskolánkban tanulnak. Hogyan sikerül egyébként mindezt elérni, hogyha jobban belegondolunk, mitől lesz motivált egy diák, vagy mitől lesz ténylegesen jó tanár egy tanár? Mert azért ebben az időszakban, ebben a korban nem egyszerű felkelteni a diákok figyelmét, és egyáltalán rávenni őket arra, hogy tanuljanak, vagy jól tanuljanak. Hát erre különböző módszerek léteznek, ezeknek a birtokában van a tantestületünk, így a tanulók, amikor iskolánkba jönnek, alapvetően ezen módszerek hatása alatt folytatják tanulmányaikat. Próbálják érdekesebbé tenni, egy kicsit közelebb hozni hozzájuk az órákat, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? Így van, iskolánk nagyon felszerelt, interaktív táblák vannak minden tanteremben, és ezek alkalmazása sokkal közelebb hozza a tanulókhoz a mindennapos tananyagot. És ha megnézzük, ugye ez a kiemelkedő eredmény, akkor a bronzérem, ugye a szakgimnáziumok között ez egy országos rangsor volt. Hát nem volt egyszerű a közgének a dolga, ténylegesen hogyan sikerült elérni, és hogyha jobban végig gondoljuk, mi kellett ehhez, mit néztek, mit mértek? Így van, az elmúlt években a közgé mindig az első 10 szakközépiskolá között van ebben az összesítésben. Itt alapvetően 7 összetevője van a helyezés kialakításának. Ebből az egyik a 4 érettségi tantárgy átlag eredménye, így a magyar, a matematika, az idegen nyelv és a történelem. Itt emelném ki, hogy történelemből nem is volt jobb a közgénél, tehát az ország szakközépiskoláinak a közgében volt a legjobb eredménye a történelem érettségének. Emellett az országos kompetencia mérés eredményeit is figyelembe veszik, így a szövegértés, illetve a matematika kompetenciák viszonylatában, valamint a felvételi átlagpontszámokat. Ezt úgy nézik, hogy összesítik a felvételi eredményeket, majd megvizsgálják azt, hogy a legmagasabb pontszámmal hová sikerült bejutni. És azok vannak a rangsor elején, akik a legmagasabb pontszámokkal jutottak be felsőoktatási intézményekbe, így a közgé ennek a 7 eredménynek az átlaga alapján tudta kivívni idén a harmadik helyet. Egyébként, hogyha visszamegyünk egy kicsit, hogy megnézzük azt, hogy milyen vagy hogyan lehet a közgébe bekerülni, akkor arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy esetleg olyan feladatlapot állítsanak össze, hogy ténylegesen mondjuk úgy olyan diákok kerüljenek oda, akikből önök úgy látják, hogy na, majd biztosan lesz valami. Nem könnyű bejutni az iskolában, alapvetően 4-es, 5-ös tanulmányi átlag kell ahhoz, hogy valaki nagy valószínűséggel be tudjon kerülni. Alapvetően a képzéseinknek csak egy részében van felvételi, a másik felében pedig elég a középiskolai eredmény. Tulajdonképpen a magyar nyelvű képzéseinkben a 7.-8. évvégi eredményeket összesítjük, illetve ezeket aztán osztják 2-vel, így jön ki a rangsora végén, míg a 2 tanítási nyelvű képzéseinkre csak úgy lehet bejutni, hogyha magyarból, illetve matematikából megírják a központi felvételit. Egyébként, hogyha végigkövetjük az idei év, vagy mondjuk úgy évvége történéseit, eseményeit, én is mondjuk úgy, hogy sokszor ott voltam, és ténylegesen a közgések együtt vannak, és nem csak, hogy együtt vannak, hanem tényleg olyan csoportokat, olyan tanulói közösséget tudnak egymás között, vagy egymással kialakítani, hogy ilyen eredményeket érnek el. Nézzük csak például magát a garabonciás napot. Erre az itteni felkészülésre a közgé az mekkora hangsúlyt fektetett? Mi igyekeztünk a jelöltünket mindenben támogatni, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. Valójában már az előző év tavaszi időszakában kiderült, hogy ki lesz a jelölt. Ő akkor kialakította maga körül azt a szakmai csapatot, akikkel kidolgozták a kampányukat, és hát aztán megvalósították ezt. A
az elmondásuk szerint egész nyáron azon dolgoztak, hogy a különböző témákat oly mértékben csiszolják, hogy aztán a végén azzal megfelelő színvonalon tudjanak szerepelni. Az iskola nyilvánvalóan mindenben segített, amiben tudott, a kollégáim támogatták a tanulókat, és természetesen az iskola vezetése is. És az egész diákság együtt élt, ez is nagyon fontos. Ehhez mi kell egyébként ön szerint? Azt gondolom, hogy összetartás, és ez a közgéseket mindig is jellemezte, úgy a múltban, ahogy a jelenben. Régi közgések is a segítségükre voltak, egyébként a jelölteknek nem csak most, hanem a korábbiakban is, és hát az iskola valamennyi tanulója egyként vett részt ezeken a rendezvényeken. Azt gondolom, hogy láthatóan a legmagasabb létszámú résztvevőt a közgés tanulók produkálták ezeken a rendezvényeken. És nézzük meg egyébként, hogyha a szabadidő eltöltéséről is beszélgetünk egy kicsit, volt azért egy kolbászfesztivál, ott pedig az ifjúsági kolbászkészítő versenyen, hát a közgé, hogy nem, ismételten első helyezést ért el. Ez tényleg szabadidő. Itt mégis együtt voltak a csapatok, mégis mindent beletettek. Ez is lényeges részét képezi az oktatásnak, az önök rendszerének, hogy arra is oda tudnak még mindemellett figyelni, hogy beletöltsék a fejükbe a tudást? A szabadidőre gondolok. Így van, így van. Számtalan szabadidős lehetőséget kínálunk a tanulóinknak, és ez jelenti a kolbászkészítéshez hasonló programokban való részvételnek a lehetőségét, de a sport eseményeken is szép sikereket szoktunk elérni. Tulajdonképpen a városi versenyek szinte mindegyikében dobogós helyezéseket érnek el tanulóink, nagyon sokan egyébként igazolt sportolók is. Tulajdonképpen iskolánkban a jó tanuló, jó sportoló kettős az egyféle összeköttetésben van. És akkor még volt olyan is, hogy pénztár, szintén országos megmérettetés, ott ugye innen pedig a döntőbe tovább jutott a közgé. Milyen volt a csapatnak az összeállítása, ők készültek erre, vagy ténylegesen ilyen tudást sikerült már felhalmozni ilyen idősen? Hát részben a képzésnek köszönhetően sikerült a tudás egy részét felhalmozni, de szabadidejükben is nagyon sokat készültek, amiben természetesen a kollégáim is segítségükre voltak. A legnagyobb hangsúlyt mire fekteti a közgé, hogyha lehet ilyet kérdezni, és ebből a nagyon sok mindenből össze lehet ezt állítani, vagy ki lehet emelni valamit? Azt gondolom, hogy az elsődleges szerepünk, hogy olyan sikeres fiatalokat neveljünk, akik aztán a későbbiekben az élet minden területén meg tudják állni a helyüket. És hát az iskolának számtalan olyan növendéke van, akik valamilyen kiválóságai lettek egy adott szakmának, vagy egy adott sportágnak. A tanárok egyébként kapnak mondjuk úgy továbbképzéseket, vagy ők képzik magukat, hogy mondjuk úgy ezeknek a generációs kérdéseknek meg tudjanak felelni, és egyre jobb tanárok legyenek is ténylegesen, amiről beszéltünk, hogy elnyerjék ugye a fiataloknak a figyelmét. Így van, hát a tanárok rendszeresen vesznek részt különböző szakmai továbbképzéseken. Itt a legújabb pedagógiai módszereket ismerhetik meg, olyan eszközöknek, berendezéseknek a használatát, amelyeknek korábban nem volt meg a megfelelő ismerete, és hát ez is szerepet játszik abban, hogy kiváló munkát végeznek. Egyébként, hogyha ön megnézi külső és belső szemlélőként is, egyfajta összefogás lehet akár a tanárok és a diákok között is? Ilyen is működhet az iskolában, vagy működik önöknél? Sok esetben ez tetten érhető és megfigyelhető, igen. Tehát ténylegesen odafigyelnek akkor mindenre, és együtt tudnak működni, együtt tudnak dolgozni. És maga a közgé egyébként milyen szakképesítést tud adni? Hány év ez általában, amit elvégeznek a fiatalok, és utána milyen jövőkép áll előttük, ez is nagyon fontos. Így van, hát iskolánkban alapvetően szakgimnáziumi képzés folyik, ennek két típusát tudjuk megkülönböztetni, a magyar nyelvű képzéseket, illetve a két tanítási nyelvű képzéseket. A magyar nyelvű képzésekben jelenleg három szakgimnáziumi ágazatban folyik az oktatás, a közgazdasági, a turisztikai, illetőleg az informatikai ágazatban. Ez utóbbi egyébként új, idén próbálunk meg a következő tanévre elegendő tanulót szerezni egy csoport
beindításához, de nagyon nagy az érdeklődés ez iránt, így valószínűleg ez sikeres lesz. Jelenleg a megváltozott szakképzési feltételek és körülmények között úgy néz ki a képzésünk, hogy 4 évig érettségire készülnek fel a tanulók, mint korábban, viszont a különbség az a korábbiakhoz képest, hogy a 4. év végén szakmai érettségi vizsgát is tenniük kell, ami már egy szakképesítés megszerzését is jelenti. Ezt követően lehetőségük van arra, hogy még 1 évet tanuljanak, és egy magasabb szintű 5-ös számmal kezdődő OKE szakképesítést szerezzenek. Ez a közgazdasági ágazatban a pénzügyi és számviteli ügyintéző, a turisztikai ágazatban a turisztikai szervező és értékesítő, míg az új informatikai ágazatunkban a gazdasági informatikus lesz. Tehát tulajdonképpen 4 év után nagyon sokan elmennek tovább tanulni, de a lehetőség az adott arra, hogy egy nagyon komoly szakképesítést szerezzenek, amelyek azt gondolom, hogy mind piacképesek, hiány van ezekből a szakmákból, ezért az elhelyezkedésre komoly lehetőségük van a tanulóinknak. A képzéseink másik típusa pedig a két tanítási nyelvű képzés, ez alapból 5 éves képzés. Ők abban különböznek a többiektől, hogy néhány tárgyat idegen nyelven tanulnak. Így a matematikát, a történelmet és néhány szakmai tárgyat. Nyilvánvalóan meg kell alapozni azt, hogy idegen nyelven tudják a tanulmányaikat folytatni, ezért az első év, az egy nyelvi előkészítő év. Itt 18 nyelvórájuk van egy héten, ebből 15 a célnyelv, tehát az, amit majd a későbbiekben tanulni fognak, illetve amilyen nyelven a későbbiekben majd tanulni fognak. A másik 3 pedig egy második idegen nyelv. Alapvetően egyébként angol, illetve német célnyelveket lehet választani. Nagyrészt angolt, egy osztályunk van, ahol a németet, vagy ahol német nyelven tanulnak, míg második idegen nyelvként pedig a spanyol az, amelyik esetlegesen bejöhet, illetve azok, akiknek angol a célnyelv, ott németet tanulhatnak, akiknél meg német a célnyelv, ott pedig angolt. Az első év után pedig tulajdonképpen ugyanúgy tanulnak 4 éven keresztül az érettségire, mint a nem két tannyelvűsök. Ugyanolyan érettségi vizsgát tesznek, mint a nem két tannyelvűsök. Tulajdonképpen a különbség az, hogy amit idegen nyelven tanultak, abból idegen nyelven is fognak majd érettségi vizsgát tenni. Ezt követően nekik is lehetőségük van még egy 5. évben OKE-s szakképesítést szerezni. Egyébként önök hogy látják, mennyire tudják már a céljaikat, az életben a terveiket, esetleg már a gimnázium, a szakgimnázium elvégzése előtt a diákok, készülnek ők erre agyban, és gondolkoznak rajta, vagy a tanárok tudnak ebben segíteni, hogy majd ténylegesen mi lesz belőlem, hogyha nagy leszek? Hát nincsenek könnyű helyzetben a 8-osok, akik hozzánk jönnek, ők többnyire azzal a céllal jönnek, hogy valóban a későbbiekben majd ezekben az ágazatokban szeretnének elhelyezkedni. Nehezebb egy kicsit az átjárás, mint korábban, a korábbi rendszerhez képest, viszont a szakgimnáziumi képzésnek az előnye viszont az, hogy elég magas szintű szakmai ismereteket sajátítanak el, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Egyébként a mi iskolánkból nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy más irányba is tovább tanulnak. Főként a humán irányba van erre lehetőségük, hiszen iskolánkban lehet emelt szinten tanulni magyar nyelv és irodalmat, valamint matematikát is, a történelmet is természetesen. Így tehát a különböző bölcsész, illetve jogi irányba is könnyen tovább tudnak tanulni tőlünk. Van egyébként ilyen jellegű akár utókövetés, hogy megnézik azt, hogy meg tudják nézni, vagy le tudják mérni, hogy azok a diákok, akik önöktől kikerültek, elmentek egy főiskolára, egy egyetemre, bölcsész szakra, bölcsész karra, hogy ők hogyan érték el az eredményeiket, ott utána milyen munkát tudtak találni majd maguknak, hogyha a főiskolát, esetleg az egyetemet elvégezték. Jönnek vissza ilyen információk?
találkozunk ilyen információkkal is. Nekünk igazából arról van nagyon pontos képünk, hogy a mi iskolánkban végzett tanulók azok hogyan tudnak majd felsőoktatási intézményben elhelyezkedni. Ez is egy nagyon fontos szám, és valójában ismét csak az iskolára, az iskola képzésének a minőségére vetít, azt gondolom, hogy nagyon pozitív fényt a tavalyi eredmény. A nagyjából 200 tanulónkból több mint 160 tanulót vettek fel egyetemre vagy főiskolára. A többiek vagy felsőfokú szakképesítést választottak maguknak, néhányan a munkavilágában helyezkedtek el, néhányan pedig középfokú OK és szakképesítés megszerzése irányába mozdultak el. Tehát azt gondolom, hogy nagyon komoly lehetősége van a továbbtanulásra annak, aki a közgét választja. És már ez is, mondjuk úgy nyugodtan, egy nagyon komoly életpálya modellt biztosíthat, vagy mutathat a fiatalok előtt. Ezek az eredmények, hogy ők már ilyen idős korban ennyit beletesznek, nem? Így van. Így van, és egyébként ezt nagyon lelkesen teszik, ezek a plusz órák, az emelt szintű órák, ezek többnyire fél három után kezdődnek, és az iskola tanulóinak a jelentős része természetesen önkéntesen vállalják ezeket az órákat, és maradnak. Újdonság egyébként ezek közül, és ezt szeretném kiemelni, hogy ugye nálunk azért a két tanítási nyelv miatt a nyelvi oktatásra nagyon komoly figyelmet szentelünk. Az angol, a német, illetve a spanyol nyelv mellett idén jelentkezett a kínai. Teljesen ingyenesen a Szegedi Tudományegyetemmel együtt működve bármelyik tanulónk felvehetett kínai nyelvet, ők heti két órában tanulják ezt. És ezt összepárosítva egy nagyon jó közgazdasági vagy akár turisztikai tudással egy rendkívül piacképes szakmát, szakképesítést szerezhetnek. Hát köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert kívánunk önöknek, és természetesen a közgés diákoknak. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. További kellemes estét, és jó tévézést kívánok!